Feloldották a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légi járművek leszállási tilalmát Magyarországon, közölte Kiss Róbert alezredes a mai sajtótájékoztatón. Az intézkedés ma 0 órától lépett hatályba. A tilalom nem érinti a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat. A leszállási tilalma a beutazási korlátozásokat nem érintette, így a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről Magyarország területére személyforgalomban érkező magyar állampolgár a jogszabály által előírt karanténkötelezettség alapján a törvény erejénél fogva a határátlépéssel a járványügyi hatóság egyedi közigazgatási döntése nélkül is automatikusan hatósági házi karanténba kerül. Továbbra is tervezik a koronavírus védőoltások beadását. A legújabb változat szerint a házi orvosokat is bevonnák. Müller Cecília ezért arra kéri a házi orvosokat, hogy minél hamarabb vegyék fel az oltást. Az oltási terv szerint egyébként a második körben a szociális és idős otthonok következnek, ahol a lakóknak nem kell elmenni, majd beoltatni magukat az oltópontokhoz. Ezekre a helyekre mobil oltócsapatok érkeznek majd, és végzik el a feladatot. Egy mobil oltócsoportot fogunk ezekre a helyekre küldeni, természetesen minden felszereléssel, ami szükséges a biztonságos védőoltás beadásához, és már az adminisztráció, igények, kórelőzmény és minden rendelkezésre fog állni, hogy az oltócsoport el tudja végezni a védőoltásoknak a beadását, az igazolásoknak a kiosztását, illetve meghatározni a következő oltásnak az időpontját. A koronavírus járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett hazánkba a vakcina. December 26-ától kezdődően már folyamatosan zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig 3 szállítmány Pfizer vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé. A közel 2 hét alatt eddig 21 ezer főt oltottak be Magyarországon.